Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm Navracsis Tibort, akit, hát most már rögtön zavarba is vagyok. Persze gondolkodtam a kérdés, hogy hogy szólítsam. Ugye valaki egyszer már volt miniszter, az miniszter úr, de ön kormánybiztos, nem is egyszeres, legalább kétszeres, ha hirtelen jól számolom. Elnök úrnak is szólíthatnám, hiszen a Pan Egyetem kuratóriuma alapítványának kuratóriuma elnöke. Mondhatom úgy, hogy kormánybiztos úr? Jó napot kívánok, bárhogy, ahogy jól essék, igen, igen. És akkor egyet kifejtettem, hogy nagyon úgy állnak a dolgok, hogy előbb-utóbb ő lesz a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltje a Veszprém megye 300 választókerületben. Ezt tényként fogadhatjuk el, vagy még ne kiabáljuk el? Még ne kiabáljuk el, vagy ne fogadjuk el tényként. A Fideszben valóban a legtöbb esetben a választókerületi elnökség és a jelöltség egybeesik. De ezért vannak arra példák, hogy egy választókerületben más a jelölt és más a választókerületi elnök. Én nyár óta a választókerületi elnöke vagyok ennek a hármas számú választókerületnek, ugye ami Ajka-Tapolca-Sümeg központú, de jelöltségről majd később születik döntés. Tehát de facto már lehet, hogy ön az, de jure azonban még nem. Ezt mondhatjuk, hogy játszunk egy kicsit a fogalmakkal. Igen. Önt jelölte meg, jelölte ki Orbán Viktor pártelnök, miniszterelnök a Fidesz 3-as szám választókerület Fidesz elnökévé. Na most ön akkor közé tett egy felhívást, ami így szólt, hogy kezdődik a közös munka, tartsanak velem. Most ez a jövőre vonatkozik nyilván, de valahogy le kell zárni a múltat is, és bár az előbb egy kicsit olyan kitérő válaszfélét adott a kérdésemre, de hogyan tudja lezárni a múltat, vagy hogyan tudja megmagyarázni akár önmaga előtt is a múltat, hiszen a sümegi polgármester néha részhajnak, néha részhajnak tűnő döntése, illetve a Badacsony-Tomai közbeszerzési ügyek körüli hercehurca, ugye könnyen visszahull a Fideszre, nem is, hogy a Fidesz, hanem Fenyvesi Zoltánra. És ön lép az örökébe, tehát mondhatni esetleg jogutódja lesz, hogy hogyan viszonyul ezekhez az ügyekhez, illetve hogyan lehet a dolgokat úgy helyre tenni, hogy mennyi ebben a Fidesz szerepe, és mennyi, amit az élet hozott, illetve a mondjuk független képviselők tettei. Igen, hát néha igazságtalan az élet. Azért hozzá kell tenni, hogy Fenyvesi Zoltánnak is az eszköztára meglehetősen korlátozott volt ebben az esetben, hiszen polgármesterekről beszélünk, helyi képviselőkről beszélünk, vagyis olyan emberekről beszélünk, akik a választópolgároktól nyerték ugyanúgy a mandátumukat, mint egy országgyűlési képviselő, és nyilván nem egymás által nem leválthatók ezek a tisztségek, és ez jól is van így. Az én célom az, hogy egyrészt a választókerületben a lehető legnagyobb mértékben nyugalmat teremtsek. Ez vonatkozik arra is, hogy a vitás ügyeket tudjuk úgy rendezni, hogy ezek hosszabb távon is kezelhetőek maradjanak, vagy rendeződjenek optimális esetben. Másrészt pedig a sokszor megromlott emberi viszonyokat javítsuk. Én úgy gondolom, hogy nem az az elsődleges itt, hogy ki mit gondol a világról, hanem annak kell elsődlegesnek lenni, hogy együtt tudjunk működni az adott városért, az adott faluért, összességében pedig ezért a régióért, hiszen Veszprém megyében van ez a régió, egy nagyon szerencsés földrajzi fekvéssel rendelkezik. Ugyanakkor azt láttuk, hogy az utóbbi években, megkockáztatom, hogy évtizedekben is, egy kicsit, mintha kevesebb fejlesztési pénz került volna ide. Vannak olyan nagyon sikeres programok, amelyek, például a Magyar Falu program, amelynek következtében a környékbeli falvak is sikeresen pályáztak, és tudták az infrastruktúrát építeni. Mégis azt érzem, hogy a politikai viták sok esetben bénították a régió fejlődését. Én szeretném azt elérni, nincsenek illúziói, tehát nem gondolom azt, hogy most egymás keblére borulunk, és hirtelen megszeretjük egymást. De abban hiszek, hogy megvan az ideje a racionális vitáknak, ezeknek racionálisoknak kell maradni, és abban is hiszek, hogy vannak olyan ügyek, amikben együtt lehet működni, független attól, hogy egyébként mit gondolunk a világról, mert hát mindannyian arra szegődtünk, hogy a választópolgárokat szolgáljuk. Most akár is nézzük, egyfajta váltásról van szó. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen a viszony a Fenyvesi Zoltánnal. Nagyon jó. Nyilván nem vonul ki a politiká vagy a közéletből, de esetleg ön segíti a munkában. Egyrészt segít is a munkában, másrészt jó, hiszen a mi kapcsolatunk régebbi, régóta ismerjük egymást. És Fenyvesi Zoltán ráadásul 2018-ban győzött ebben a választókerületben. A második helyezettet is több mint 3000 szavazattal megelőzte, ami egy szép eredmény, én úgy gondolom. Tehát nincs semmi olyan, ami miatt
ami miatt bármilyen szempontból is rossz lenne ez az emberi viszony, és arra is törekszünk, hogy a folytonosság megmaradjon, és megmaradjon továbbra is a jó emberi kapcsolat közöttünk. Most ugorjunk kicsit az egyik megbízatása, hogy az Európai Kultúra és Főváros programnak ön a kormánybiztosa. És itt sokakat érdekel, hogy ajkályokat miért esetleg azt később talán, de hogy kaptok egy, vagy rendelkezik egy bizonyos pénzösszeg fölött, ami nem tudja mindenki, hogy jó helyre kerül-e. Tehát bizonyos elszámolásokat igényelnek már is, pedig még a közepén se tartunk a programnak. Viszont úgy is hallottam, hogy hiába állnak rendelkezésükre súlyos milliárdok, a pályázatok, mintha gyérebbek lennének, mint várható volt. Így van ez? Tehát, hogy kevesebben próbálják lehívni. Ezt attól kell megkérdezni, aki várta a pályázatokat, hogy mennyit várt. Ugye 2019-ben a kormány, bocsánat, 2020-ban már a kormány úgy döntött, hogy 2023. december 31-ig az előkészületekre és az évad programjaira összességében mintegy 50 milliárd forintot ad, amely valóban nagy összegnek tűnik, de hogyha belegondolunk, hogy ez tulajdonképpen 4 évet jelent, hiszen a 20-as, 21-es, 22-es, 23-as, és ráadásul mivel a 23-as a fő év, ezért a pénzeknek a közel felét erre a 23-as évre koncentráljuk. Hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mindez egy akkora régiót fed le, amelynek a legdélibb pontja Marcali, a legészakibb pontja Bakonybél, a legkeletibb Inota, a legnyugatibb pedig Hévíz, akkor ezt láthatjuk, hogy ez az 50 milliárd forint nem is olyan nagyon sok. És ehhez még hozzá kell tennünk azt, hogy Veszprémnek, magának a városnak van egy jogos igénye, hiszen az egész pályázati anyag elkészítését, a szakértői anyagok elkészítését Veszprém finanszírozta, és Veszprém nevével ment az ajánlat, tehát ő jogosan tart arra igényt, még ha be is vette a Bakony-Balatoni régiót, hogy Veszprém legyen a főszereplő, akkor azt mondhatom, hogy a saját képességeinkhez mérten igyekszünk minél igazságosabban elosztani ezeket a forrásokat a pályázati rendszer révén, már csak azért is, mert nem csak a magyar kormány, nem csak az állami számvevőszék, de az Európai Bizottság is nagyon pontosan, mondhatjuk, hogy forintról forintra figyeli a költésünket, vagyis nincs is lehetőségünk különösebben simliskedni. Most az utóbbi néhány napban biztató hírek érkeztek éppen Ajkáról, Ajka városából, hiszen legutóbb, mikor beszélgettünk, még azon polemizáltunk, és a polgármester is gondolkodott rajta, hogy vajon érdemes-e azt a bizonyos beugrót 50 vagy 60 millió forintot megfizetni, hogy pályázati jogosultságot szerezzen, és szerencsére jól döntöttek, és úgy tudom, ennek már eredménye is van. Így van, meg tudjuk kezdeni, illetve Ajka városa meg tudja kezdeni a Kriptonház felújítását. Nyilván itt még az előkészítő munkálatokról van szó, de úgy gondoltuk, hogy maga a Kriptonház egy olyan jelentős ipartörténeti, iparművészeti emlék, amely egyrészt az itteni térség arculatának egy markáns eleme, másrészt pedig egy jelentős hozzáadott értéket jelent, hogyha Ajka el tud indulni ebben a projektben, reményeink szerint új életet lehelve a Kriptonházba, hiszen egy építészeti szempontból, ipartörténeti szempontból is nagyon jelentős emlékről van szó, és hogyha ennek új funkciót tudunk adni, az a térség számára is, munkahelyteremtéssel, a turisztikai vonzerő növekedésével, az itteni közösségi élet élénkebbé válásával járhat, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak pedig ez egy kifejezetten hangsúlyos célja. Most nem is tudom, milyen minőségűen kérdezzem, de ön említette a kistelepülések fejlesztését célzó programokat. A közepes települések egyre picit háttérbe szorultak. Lehet-e ebben valamilyen előrelépésre számítani a közeljövőben? Mert Ajka ugye közepes méretű. Igen, ez valóban így van. Létezik a Modern Városok program a megyeszékhelyeknek, illetve a megyei jogú városoknak, és létezik a Magyar Falu program. És valóban a járásszékhelyek, a középvárosok egy kicsit elvesztek. Mi azért lobbizunk, hogy vagy a járási székhely funkcióhoz kötődően, vagy pedig egyéni igények mentén a középvárosok is kapjanak. Reményeim szerint már ebben a ciklusban, ehhez azért elég sokat kell még dolgozni, de rajta vagyok. De a választások után, amennyiben sikeresen szereplünk, és újra Fidesz kormány alakulhat, akkor a választások után mindenképpen legyen olyan program, amely helyi értékén kezeli a középvárosokat. Én ebben is személyesen érdekelt vagyok, hiszen ebben a választókerületben
ezek a városok a meghatározók, és ilyen értelemben én magam is már eddig is lobbiztam, föl is vetettem több helyen ezt az ötletet, és bízom abban, hogy még ebben a ciklusban tudunk is forrásokat teremteni a városok számára. Ilyen minőségében én nem kérdeztem, tehát a PAN Egyetem Alapítvány kuratóriumának elnökeként még nem beszéltünk így egymással. Milyen döntések vannak előkészületben az alapítványnál, illetve mik vannak az asztalon? Mire lehet számítani? Hogyan fog bemutatkozni az alapítvány, hogy megmutassa, hogy igenis az eredeti céloknak megfelelően valóban az egyetem, az oktatás, az akadémiai szabadság ügyét szolgálva lépnek majd előre? Két fő célt tűztünk ki az egyetem elé középtávon, azt mondanám. Az egyik a nemzetközi esítés, hiszen az egyetemi világ, a felsőoktatás világa egy globális világ, egy nemzetközi világ. Itt a nemzeti határok valamennyire még érvényesülnek, de egy bizonyos kategória fölött már képzeletbelivé válnak. Mi azt szeretnénk, hogyha a PANON Egyetem minél hamarabb, minél erősebben jelen tudna lenni a nemzetközi porondon, hiszen nagyon jó adottságai vannak. A PANON Egyetem a tudományos mutatók alapján az ország legjobb egyetemei között szerepel. Csak ezt az oktatásban is meg kell jeleníteni, és a hírnevében is meg kell jeleníteni. Ez a célunk, ezért erősíteni akarjuk ezt a nemzetközi kapcsolatrendszert és ezt a vonalat. A másik pedig pontosan a regionális szerepvállalás. Éppen polgármester úrral az imént egyeztettünk arról, hogy a közeljövőben összeállítanék egy delegációt a PANON Egyetem részéről és egy menülistát, amivel eljönnénk ide Ajkára, hiszen közel van Ajka Veszprémhez, ráadásul nagyon komoly ipari potenciál van, és egy szellemi potenciál van a városban, a szakképzés terén is, de általában a középfokú oktatás terén. Mi pedig konkrét ajánlatokkal jönnénk, illetve a polgármester úrtól is azt kértem, hogy ő is gondolkozzon azon, hogy Ajkának milyen konkrét együttműködési pontokra lenne szüksége, vagy mi lenne hasznos számára. Én azt szeretném, hogy egy nagyon gyakorlatorientált térségi együttműködés alakulna ki. Az egyetemek nem elefántcsonttornyok, hanem az egyetemek olyan szereplők, akik a gazdaságnak is nagyon komoly motorjai tudnak lenni. Másrészt pedig azáltal, hogy igényes, fogalmazunk úgy, hogy fogyasztói réteget termel ki évről évre, ők lennek a hallgatók, ugye, akiket kibocsátunk a térségbe. Nekünk is érdekünk, hogy ők itt a régióban maradjanak, itt találjanak munkát maguknak, hiszen ők nem csupán a helyi társadalmaknak lehetnek a lelkei vagy a vezetői, mint értelmiségiek, hanem a fogyasztás minősége révén, a kultúrában, a szórakozásban, mindenhol többlet jövedelmet jelenthetnek az adott városoknak. És hogyha ez beindul ez a folyamat, akkor egy idő után ez öngerjesztővé válik, tehát az egyetem is haszonélvezője lesz, hiszen ha Ajkával vagy bármely más várossal jó kapcsolat tud kialakulni, akkor egy idő után ez kölcsönhatásban is érvényesül, azaz a magasabb fogyasztás nyilvánvalóan lehetővé teszi, hogy az ő gyerekeik is már eleve egyetemistaként folytassák a pályájukat, és a többi, és a többi. Tehát nekünk érdekünk, hogy itt a régióbeli városok sikeresek legyenek, és nekünk minél szorosabb kapcsolatunk legyen velük. Igen, hát ezt úgy is fogalmazhatnánk talán, hogy az egyetem kisugárzásának az intenzitását igen. próbálják növelni. Nem arról van szó, hogy itt különböző szakok alakulnak, vagy indulnak, mert túl közel van az Ajka, hogy itt egy egyetemi szak vagy kar elinduljon. Igen, és drága. Egy egyetemi kar drága fenntartani. Igen, én nem akarom azt, hogy Ajka ebben roppanjon bele esetleg. Valóban gyakorlatilag nagyon könnyen bejárható távolságról van szó. Igen. Most térjünk egy kicsit a politikának a nehezebbik részére, vagy keményebb oldalára, ugye. Feltéve, hogy ön indul, mint képviselőjelölt, Rigg Lajos lehet majd az ellenfele, mivel az ellenzéki előválasztásokon ő gyakorlatilag már nyert, ellenfél nélkül indulhat, tehát valószínűleg nem is lesznek előválasztások. Viszont mennyire figyeli az ő kampányát, tehát hogy mivel szerez népszerűséget, nem azért, hogy lemásolja, csak hogy esetleg tanuljon belőle, vagy különösebben kapjon. Nem, de természetesen, ahogyan beszélgetek emberekkel, mondják nekem időnként, hogyha Rigg Lajos valamit tesz, de nem ővele akarok elsősorban foglalkozni. Tehát elég kihívást tartok az élet egyébként. Hát én úgy gondolom, hogy nekünk, és ebben bízom benne, hogy Rigg Lajos is ezt a nézetet vallja, hogy nekünk nem egymással kell foglalkoznunk, nekünk a választópolgárokkal kell foglalkoznunk. Az a politikus, amelyik a vetétársával foglalkozik, az már félig el van átkozva, nem? Igen. Na most nem is konkrét ellenzék vagy ellenfélre gondoltam, hanem arra például, hogy Rigg Lajos olyan témákat vet föl, amik esetleg a kormányzó pártnak a köreit érinthetik. Itt van
például a kórházak, az egészségügy finanszírozása, hogy ugye a jobbikos képviselő nagyon sokszor elmondja, hogy milyen tragikus a helyzet ezen a téren, kevés pénz áll rendelkezésre, ráadásul a fejlesztések is rossz irányba haladnak. Tapolcai Ajkai kórház viszonyára gondolok, hogy milyen feladatokat kaphat a jövőben, milyen elképzelések vannak. Valóban ilyen rossz a helyzet, vagy önnek van ezen a téren dolga esetleg? Hát nyilván mindenkinek van dolga, az egészségügy oktatással együtt az a feladat, amiben mindenki érdekelt. Én úgy gondolom, hogy meg kell nézni a modellt. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez teljesen tárgyilagos kép a magyar egészségügyről. Az én személyes tapasztalataim azért némileg mások, és úgy gondolom, hogy a koronavírus járvány idején is a magyar egészségügy nagyon jól megállta a helyét, biztos, hogy nehéz anyagi körülmények között. De azt láthatjuk, hogy nagyon sok ország küszködik a nagy elosztó rendszerek, hogy mondjam, alulfinanszírozottságával, és Európa egyik legnagyobb problémája éppen ez, hogy hogyan tudjuk ezeket a jóléti szolgáltatásokat biztosítani. Az biztos, hogy szerintem nem az vezet előre, hogyha elkezdünk vádaskodni és harcias kiáltványokat teszünk közzé. Itt egy több nemzedéknyi feladatról van szó. Oktatásnál is, egészségügynél is. Át kell gondolni, hogy ebben a térségben hogyan lehet felépíteni egy olyan egészségügyi ellátó rendszert, ahol a távolság, a minőség, a finanszírozás, nyilván nem tudunk optimális kombinációt létrehozni, de mégis egy olyan megoldást jelent, ami mindenki számára kielégítő. És ez egy nehéz kérdés, már csak a domborzati viszonyok miatt is, hiszen itt van a Bakony, ami a megyén keresztül húzódik, télen nagyon meg tudja keseríteni az emberek életét. Ugyanakkor azt is látni lehet, hogy ma már annyira drága az egészségügyi ellátórendszer, az eszközök, orvosi eszközök, a szakemberek, hogy én Nyugat-Európában láttam, nem nagyon tudja megengedni egy kisváros magának, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson. Ezt kell átgondolni. Én úgy gondolom, ezt nem veszekedéssel lehet, hanem párbeszéddel, mivel éppen azért, mert több nemzedéken, több cikluson átívelő programnak kell lennie, ezért jó, ha a politikai erők között valamilyen minimális egyetértés kialakul. Hát miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk Ajkára. Köszönöm szépen a meghívást. Megkérdezhetem zárásképpen, hogy milyen programja van még az interjú után? Az Ajkai Fidesz csoportnak lesz tisztújítása, úgyhogy oda kell mennem, mint választókerületi elnök. Hát akkor sok sikert kívánok a munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.